A város legfontosabb eseményeinek összefoglalóját, a Pécs TV híradóját látják. Köszöntöm nézőinket! A Pécsi Vízmű Részvénytársaság mély megrendüléssel tudatja, hogy Hajnesz Jenő, a társaság vezérigazgatója, 60 éves korában tragikus hirtelenséggel elhunyt. Pécs megyei jogú város önkormányzata és a Pécsi Vízmű RT Hajnesz Jenőt saját halottjának tekinti, temetéséről később gondoskodik. Ma ülésezett a Pécs-Pécsújhegy Üszök településrészi önkormányzat. A napirendi pontok között egyebek mellett áttekintették a területen működő civil szervezetek munkáját is. A Pécsújhegy Üszegi településrészi önkormányzat mostani ülésén megtárgyalta a terület rendezési tervét, melynek célja, hogy a telek alakítási feltételeket egységes szerkezetbe foglalják. Így lehetővé válik az utak és a csapadék elvezető rendszerek fejlesztése. A részönkormányzat tagjai megtárgyalták a Pécsi Közüzemi RT-vel kötendő szerződés tervezeteket is, melyek a sportterületek és a közösségi ház fejlesztésére vonatkoznak. Elképzeléseink szerint rendezvény és sportterület a Boris Barázda utcában helyezkedik el. Erre a területre szeretnénk telepíteni egy olyan együttest, amely magába foglalja egy nyilvános illemhelyek részét, egy öltözött és egy szabadtéri színpad, körülbelül 10-15 négyzetméter nagyságú területét. A sürgőssé vált fejlesztések miatt szükség volt a részönkormányzat költségvetésének a módosítására is. A rendelkezésre álló évi 1,3 millió forint különböző tételeit csoportosították át. A részönkormányzat napirendje között szerepelt még a Pécsi Termelőiskolával kötendő szerződés megtárgyalása, melynek eredményeként új útjelzőket, hirdetőtáblákat és virágtartókat szerelnek fel. Az elmúlt héten értesülhettek híradásunkban arról, miért költözött, igaz csak a szomszédba, a Rókus utcai gyógyszertár. Önök, akik az új gyógyszertárat nyitották, tudják-e, hogy kik működnek, vagy kik működtek a szomszédban? Igen, kérem szépen, mi voltunk, és kényszerből sajnos voltam átjönni ebbe az épületbe, mert olyanok voltak már az épület, az állaga olyan volt, hogy nem lehetett már gyógyszertárat működtetni, mert állagmegóvás semmi nem történt, annak ellenére, hogy csillagászati bérleti díjat kért a városi vagyonkezelő. Nos, hogy mindjárt az elején bele ne keveredjünk. 94-ben az önkormányzati törvény módosításakor a pécsi gyógyszertárak, mint szerte az országban, önkormányzati tulajdonba kerültek. Baranyában és így Pécsvárosban is az volt a gyakorlat, hogy megtartotta az önkormányzat és bérbe adta a gyógyszerészeknek, habár a többség szerette volna megvenni az ingatlanokat. Erre azonban nem volt lehetőség, mert az önkormányzat több bevételre számított a bérleti díjakból, mint az ingatlanok eladásából. A gyógyszertárak ügyének bonyolítását a városi vagyonkezelőre bízta. Hát nagyon furcsa szerződések születtek, mert ezt a diktátumnak is lehetett nevezni. Bárkinek a rendelkezésére bocsájtom a szerződést, hát itt 99%-ban csak nekik vannak jogaik, a bérlőnek nincs. A vagyonkezelő a régi gyógyszertár épületén többszöri kérésre sem végezte el a karbantartási munkálatokat. A sorozatos beázásokból így a bérlőnek tetemes kára származott. Most mégis a vagyonkezelő perli volt bérlőjét lelépési díjat követelve, 9 millió 400 ezer forintot. 99 februárjáig nettó 11 millió bérleti díjat fizettem ki. Most akkor tessék elképzelni, hogy még 9 millió 4-et, ilyen irreálisan magas összeget próbálnak még bevasalni, holott az ő hibájukból voltam kénytelen, mert annak nem tehetem ki a gyógyszertárat, sem a betegeket, hogy esetleg egy pénteki nap, egy nagy esőzés után hétfőn nem tudok nyitni, mert minden víz alatt áll. Ismereteim szerint az önkormányzat 95 óta nem fordított semmit a gyógyszertárakra, viszont a vagyonkezelőn keresztül mondhatom horribilis bérleti díjat szedve, és volt már más példa is, ez a második pécsi gyógyszertár is a harmadik előkészületben van, aki működési körzeten belül éppen a önkormányzat, illetve a vagyonkezelő miatt kénytelen áthelyezni a gyógyszertárat. A probléma tehát nem egyedi. Szándékunk szerint önök rövidesen az önkormányzat és a vagyonkezelő álláspontját is megismerhetik.
Ígértük, hogy megszólalnak a másik fél képviselői is, jelen esetben a városi vagyonkezelő, illetve az önkormányzat illetékesei. Íme a történet most az ő olvasatukban. Hogy a vitás kérdésben kinek van igaza, nem kevesebb a tétje, mint 9,5 millió forint az úgynevezett lelépési díj. A volt bérlő egyfelől azzal indokolta döntését, miszerint a bérleti idő lejárta előtt elhagyta az ingatlant, hogy a vagyonkezelő nem végezte el a karbantartási munkálatokat. Ezek az ingatlanok, többek között a Rókus utcai ingatlan is, olyan műszaki állapotban lett bérbeadva, amilyen műszaki állapot korábban fennállt, és ez a műszaki állapotnak ismeretében vette bérbe ezt az ingatlant a gyógyszerész, és ez a műszaki állapot nem volt olyan, hogy rendeltetésszerű használatra alkalmatlan lett volna, hanem továbbra is ez gyógyszertárként funkcionálhat. Másrészt viszont a karbantartási kötelezettség a feleknek a szerződésbeli megállapodása szerint őt, a bérlőt terhelte, és ennek megfelelően került kialakításra az induló bérleti díj. A bérlő távozásának másik oka elmondása szerint, hogy az elmúlt 4 év alatt többszörösére emelkedett a bérleti díj. A bérleti szerződésben szintén a felek között egy megállapodás született arra vonatkozóan, hogy a bérleti díj évente a gyógyszer árak növekedéséhez képest fog változni, tehát a gyógyszer értékesítés fogyasztói árindexe alapján változik a bérleti díj. Most a gyógyszerárak, mindannyian tudjuk, hogy az elmúlt években megnövekedtek jelentősen, és ennek a függvényeben a bérleti díjak is növekedtek. De ez nem önkényesen a bérbeadó által többszörösére fölemelt bérleti díj, hanem a felek által megállapodott szám, arányszám szerint történő növekedés. Ez egyébként Pécsett minden olyan gyógyszertár esetében így van, amelynek privatizációjára 95 végén került sor. Megtudtuk azt is, hogy Pécsváros önkormányzata a privatizáció során végig kikérte és figyelembe vette a Magyar Gyógyszerész Kamara Baranya megyei szervezetének véleményét és javaslatait. Ez utóbbi szervezet összességében jónak ítélte a pécsi patika privatizációt, kimondva, hogy a pályázati feltételek között a gyógyszertár alapítási törvény szellemének megfelelő szempontok érvényesültek. A történet performájában a bíróságon folytatódik decemberben. Ma csak szigorú feltételekkel lehet új gyógyszertárat létesíteni. A szakmai követelmények mellett az engedély megadásának az is feltétele, hogy 5000 lakosra jusson egy patika. Patacson minden feltétel adott. Patacson immár nem kell buszra szállnia, utaznia annak, akinek gyógyszerre van szüksége. Városunk virágzó peremkerülete ugyanis egy új gyógyszertárral gazdagodott. 4 évvel ezelőtti lakossági kezdeményezéssel indult a gyógyszertárnak a telepítése, illetve a gyógyszertár indításának a gondolata, hiszen ez egy nagyon perspektívikusan fejlődő új városrész, ahol nagyszámú gyerek és felnőtt lakosság él már. Így állítottuk össze a készletünket is, főleg kisgyerekek és az idősebb korosztály és a fiatalabb korosztály gyógyszerelését tekintve. A gyógyszertár engedélyezése 3 lépésben történik. Először a 94 évi 54-es törvény szerint korábban miniszteri, most országos tiszti főgyógyszerészi engedély kell a létesítéshez. Kell hozzá gyógyszerész, aki személyi jogon működteti, és ha mindezek a feltételek megvannak, akkor jön a helyi hatóság, tehát az ANTS megyei intézete. Mi a működési engedélyt adjuk meg, ha a személyi és tárgyi feltételek megvannak. Szerintem szükség volt a gyógyszertárra, mert ahogy a véleményben is szerepelt, dinamikusan fejlődő városrész. Egyébként ez Pécsváros 35. Baranya megye 82. gyógyszertára. Nyitvatartási idővel kapcsolatosan felmérést végeztünk, hogy mi volna az igény. Így jutottunk arra a gondolatra, hogy a gyógyszertár kicsit későbbi időpontban nyitna, 17:30 lesz nyitva a gyógyszertár. Az ünnepélyes megnyitó után a vásárlók már is birtokba vehették az új gyógyszertárat. Fegyvernemi éles lőgyakorlatot tartottak ma a pécsváradi lőtéren a Zrínyi Tüzérdandár első osztálya, valamint az ESFOR alakulat dán katonáinak részvételével. A lőgyakorlatot ezúttal géppuskával, gépkarabéllyal és pisztollyal hajtotta végre az első tüzérosztály teljes állománya, melyet komoly biztonsági előírások szerint végeztek. Kötelességünk biztonsági őrséget állítani a lőtér közvetlen közelében,
A biztonsági őrséget a lövészet megkezdése előtt 4 órával fel kell állítanunk, azon kívül számtalan olyan figyelmeztető tábla van a környező településeken, a lőtér bejárati útjain, amelyek arra figyelmeztetnek, hogy ezen a területen lövészet van. De ezen kívül ki lesznek értesítve még a környező települések polgármesterei is. A lőgyakorlaton ezúttal meghívott vendégként dán SZFOR katonák is részt vettek, akik első alkalommal próbálhatták ki a pécsváradi lőteret és magyar kollégáik fegyvereit. Barátaink meghívására érkeztünk ide, és örülünk, hogy saját fegyvereinken kívül a magyar hadsereg géppisztolyait is kipróbálhattuk. Egy katona életében az egyik legfontosabb dolog a lövészet, hiszen ez a harc elengedhetetlen része, de hangsúlyozni szeretném, hogy csak az egyik legfontosabb. A gyakorlat során 42-es mintájú támadó kézigránátot is használtak a katonák, amely 4-5 méteres körben roncsol, de repesz hatásait 20-25 méteres körben fejti ki. Az utóbbi években a katonáink egyre kevesebb szakkiképzési foglalkozáson vesznek részt. Ez alatt azt értem, hogy egyre kevesebb éles lövészetre kerül sor ágyutarackkal, ezért ebben az időszakban igen nagy sikerélményt jelent számukra az, hogyha kijöhetnek és láthatják azt, hogy mire képesek gépkarabéllyal. Tehát ez nagyon nagy sikerélményt jelent számukra. Ülésezett ma a Gazdasági, Tulajdonosi és Vállalkozási Bizottság. A testület a Közoktatási Bizottsággal közösen tárgyalta az intézményátszervezések során megüresedett ingatlanok kérdését. A tervek szerint a Berek utcai üres iskolai épületet a Janus Pannonius Tudományegyetem felnőttképzési és emberi erőforrás fejlesztési intézete kapná hasznosításra. Az Egyetem utcai általános iskolát pedig az Egyetem jogi és közgazdaságtudományi kara használná ideiglenesen. Eredményt hirdettek a Baranya megyei közgyűlés által meghirdetett sajtópályázaton. Az első alkalommal meghirdetett pályázat célja a megye bemutatása volt, különös tekintettel a kistérségek sajátosságainak előtérbe helyezésére. A pályázatra csaknem 10 szerkesztőség jelentkezett az írott és az elektronikus média köréből. Első helyezést ért el Mészáros Attila, az Új Dunántúli Napló újságírója. Az elmúlt hétvége Pellérden az egészséges életmód jegyében zajlott. Az esemény valódi ízét a szó legszorosabb értelmében a halászléfőző verseny adta. Immár a 8. alkalommal rendezték meg Pellérden a hagyományt őrző halászléfőző versenyt, amelyre nem csak a falubeliek, de Pécsről is érkeztek. A mai napunk egy falunap volt, a környezetünkért és egészségünkért program keretében zajlottak a rendezvények. A halászléfőzés, ahogy említette, egy része volt csak a sok más egyébnek, hiszen itt alkotóházi, tehát kézműves tevékenységi formákat népszerűsítettünk, mutattunk be. Ezen kívül volt egy kocogó versenyünk Hutapellért címen. A városi rendőrség segített bennünket egy kreszteszttel és egy balesetmegelőzési előadással is, és voltak még az egészséges életmód keretében különféle bemutatók, vásárok is. Arra hiszem, hogy a felnőttetek inkább a halászléjelő verseny tetszett legjobban. Milyen helyezésekre voltak? Hányan indultak? A halászléfőző versenyen 13 csapat indult. Itt a pontos létszámok változók voltak, tehát a csapatlétszámok 2 főtől egészen a 20-valahány résztvevős csapatokig. A halászléfőző verseny mellett például a víradás is szerepelt a programban. A résztvevők egy dologban egyetértettek, hogy ebből a falunapból a jövőben is hagyományt kell teremteni. Most pedig következzék néhány hír röviden. Két bizottság is holnap tartja a soron következő ülését. A Jogi, Igazgatási és Ügyrendi Bizottság egyebek között a szervezeti és működési szabályzatot tárgyalja, míg a Lakásfejlesztési és Gazdálkodási Bizottság napirendi pontjai között a szociális lakóterület modell megvalósítása is szerepel. 16-án kedden este 7:30-tól 8 óráig élő telefonos fórumot rendezünk itt a Pécs TV-ben. Ezúttal a távolsági buszközlekedéssel kapcsolatos észrevételeiket, problémáikat várjuk a már ismert telefonszámokon. 72-es körzet 213-767, illetve 72-es körzet 213-769.
Vendégeink lesznek a Pannon Volán RT vezetői, akik készséggel válaszolnak az önök kérdéseire. Tehát ne feledjék, kedden este 4-8-tól a Pécs TV-ben élő telefonos fórum a távolsági buszközlekedésről, illetve a Pannon Volán járatairól. A város legfontosabb híreinek összefoglalóját a Pécs TV híradóját látták. Rövidesen a lapelőzetessel és időjárás jelentéssel folytatjuk műsorunkat. Maradjanak velünk! Kedden a Dunántúli naplóban. Hónapok óta nem tudják folytatni Pécsett a megyei kórház korszerűsítését, pedig a pénz már megvan, csupán a közbeszerzési pályázat kiírása késik. A keddi Dunántúli naplóban arról is olvashatunk, hogy a júniusban elkészült új szárny jelenleg is üresen áll. Baranyai karácsonyi piacok. Hamarosan beindul a karácsonyi szezon, legalábbis erre utal az üzletek kínálata. A szakvélemények szerint egyébként az év bevásárlások szempontjából legerősebb időszakában a kereskedők a megszokotthoz képest akár 50%-os forgalom növekedéssel is számolhatnak. A nagy bevásárlóközpontok megjelenése pedig tovább erősíti a konkurenciaharcot, írja a keddi Dunántúli Napló. Egy új számítógépes rendszer koordinálja a következő évi középiskolai felvételiket. Emiatt a diákoknak és szüleiknek is jó néhány változásra fel kell készülniük. A Dunántúli Napló keddi számából azt is megtudhatják, hogy az Oktatási Minisztérium ugyanakkor már most véglegesítette a felvételi határidőket, sőt az esetenként előforduló vizsgák időpontjait is. Térségünkben szeles, hideg időjárás várható. Az átvonult hidegfront mögött kissé szárazabb, de hideg levegő áramlik a Kárpát-medencébe. Éjszaka gyengén felhőségboltra számíthatunk, az északkeleti szél gyenge lesz. A hőmérséklet hajnalra -1 és -3 fok körül alakul. Reggel ködös idő várható, megélénkülő északkeleti széllel. Napközben a hőmérséklet +2-től +4 fokig emelkedik.